Jelenleg az iskolunk óvoda melletti közösségi házban vagyunk, ami a Vekop 622 számú projekt keretében valósult meg. Ez egy 400 millió forintos projekt, ennek egy jelentős része úgynevezett soft elemeket tartalmaz, amely az ott élő lakosság felzárkóztatására, képzésére vonatkozik. A soft elemek részét képezte a 7.-8. osztályos képzés, melyet a szegregátumban élő számára hirdettünk meg. Ezen felül családi programokat szervezett a konzorcium partnerunk, a Kontakt Alapítvány. Az egész pályázatnak a lényege a lakosság, a szegregátumban élőknek a munkaerőpiaci helyzetének a javítását szolgálja. 2016-ban kijöttünk ide, és effektíve szerintem egy ilyen 100 emberrel készítettünk interjút, így az utcákat járva több kollégával, és akkor az abból összesített eredmények alapján terveztük meg, hogy milyen szolgáltatásokat szeretne a lakosság. Kezdődött meg effektíve a megvalósítás időszaka, és akkor kezdtük el bevonni a pokolhegyieket a projektbe. Itt képzések valósultak meg, volt 7.-8. osztályos felzárkóztató képzés, itt 18 ember szerzett bizonyítvány, 8. osztályos bizonyítvány, és indítottunk targonca vezető képzést. Épült 3 szociális lakás, egy közösségi ház, ezen kívül 3 aszfaltozott utca fog, erre viszont pótforrás kell kérnünk, mert a pályázat megkezdése óta eltelt idő alatt jelentős építőipari árobbanás következett be. Közösségi ház az most épült fel, most került átadásra 2020 novemberében, de igazából most kezdődik majd az a fajta munka, ami a területen élő lakosságnak a közösség fejlesztését, közösség építését szolgálja. Az épületben szeretnénk biztosítani helyet a polgárőrség számára, valamint előzetes egyeztetések folynak a családsegítővel, valamint a kisebbségi önkormányzattal, aki szintén helyet kaphat az épületben. Szeretnénk, hogyha különböző sportklubok működnének. Elsősorban igazából, ami a lakosság igényei, mi karácsony előtt pár embert összehívtuk, hogy milyen igényei vannak az itt élő lakosságnak, és ugye a projekt eredeti célja az, hogy a lakosság közül bevonjunk a munkába olyan embereket, akik itt laknak, de segítenek a programok szervezésében. Ez nem elsősorban arról szól, hogy nekünk mi az elképzelésünk, hanem arról, hogy a lakosság mit szeretne. Most demencia gondozó képzés fog indulni, és mivel a targoncás jogosítványnak ekkora sikere volt, hogy a targonca vezető képzést indultunk. Ez a beruházás nagyjából 110 millió forintba került. Az épület mellett megépítésre került egy 6 autó befogadására képes parkoló, valamint egy modern, jól felszerelt játszótér is. A úgynevezett homokbánya területén egy nagyobb összegeréig az illegális hulladék takarítása történt. Ugyancsak tavaly zajlott az iskolaúti óvoda épület felújítása, ez egy energetikai korszerűsítés volt, ennek megfelelően sokfelé ágazott, ez egy 30 milliós beruházás volt. Alapvetően az energetikai felújítás az épület hőszigetelő képességének a javítását, illetve az elektromos és a fosszilis energiát felhasználó berendezéseknek a hatékonyság növelését tartalmazta. A lámpatesteket, elektromos fogyasztókat kicseréltük nagy energiahatékonyságú ledes fényforrásokra, aminek ugye kevés az energiafelhasználása. A gépészet tekintetében ki lett cserélve a régi elavult kazán, 2 darab új vajlan típusú kazán került beépítésre, amely kondenzációs, tehát gyakorlatilag majdnem 100%-os hatékonysággal tud dolgozni, energiát felhasználni. Ez a két kazán ez biztonságosan egy úgynevezett kaszkádrendszerbe van kötve, ami azt jelenti, hogy párhuzamosan nem működnek, hanem fölváltva működnek, így az élettartamokat is tudjuk növelni. Illetve, ami még ehhez kapcsolódik, egy úgynevezett földben hő továbbítására alkalmas izopex cső,
amely a két épület közötti hőmennyiség a legkisebb energiaveszteséggel történő átjutását biztosítja. Itt a folyosón le lett cserélve néhány régi alumínium radiátor is új modern lemezradiátorra. Az épület külső homlokzatának az energiapazarlását is ugye csökkentve kicseréltük a nyílászárókat, új modern műanyag légzárású nyílászárókra. A födém kapott egy közel 30 cm vastag kőzetgyapott hőszigetelést. A beruházás másik sarkalatos pontja az akadálymentesítés megvalósítása volt. Itt pont mellettünk van a gyermeköltöző, ahol új padló burkolattal a küszöböket sikerült eltüntetni, és ezáltal ugye megvalósult az a cél, hogy a gyerekek biztonságosan tudjanak közlekedni, akadálymentes legyen a folyosó, az öltöző, az illemhelyek és a csoportszobák közötti átjárás. Úgy tud ez a beruházás segíteni a környezetünkön, hogy kevesebb véges fosszilis energiát használ, és olcsóbban üzemeltethető, mindamellett sokkal komfortosabban használható épületet kaptunk.